Sziasztok srácok, én Máté vagyok, és ez újra a Freestyle FC, és itt vagyunk Bálinttal a repülőtéren január 28-án, és ezennel meg is nyitjuk az utazási szezont, hiszen megyünk Berlinbe, utána Poznanba, utána pedig Lubaszra, egy ilyen téli freestyle kupára, és most a szokásos repülőteres freestyle-os klippekért kitaláltuk Bálinttal egy challenge-et. Most van 8 óra 20 perc, és megnézzük, hogy melyikünk bírja tovább teló nélkül. Bálint sajnos nem hozott UNO-kártyát, így fogalmam sincs, hogy mit fogunk csinálni, de majd elmeséljük utána, hogy hogy sikerült ez a challenge, és ki nyerte meg. Gyertek velünk! Hát a challenge nyilván az Y-generációs Máté vagy, és én voltam el. Kemény. Hát kb. 20 percet bírtam a teló nélkül, ami síralmas eredmény, na mindegy. Meg is érkeztem Berlinbe, kb. Egy másodikán később a gép, de ez egyáltalán nem gázos. Most felszállunk a vonatra és megyünk a belvárosba kajálni. Most jövünk vissza a berlini hajtúránkról, felszálltunk egy full elektromos buszra, és mi vár minket itt? Nem hiszitek el. Tőzé van a buszon, hol vagyunk? Most nagyjából 2 órája vagyunk Berlinben, ebből 20 perc volt, amikor nem esett az eső. Viszont az időjárás az annál jobb. Most viszont a nyakunkba kaptuk ezt a kis esőkét, úgyhogy nem tudunk igazából semmit csinálni, szeretnénk volna forgatni, de ez most elmarad, úgyhogy Mátéra kell bíznom magam, meglátjuk milyen programot szervez nekem. Na, sziasztok srácok! Második nap Berlinben. Ugyan most nem esik, de hatalmas szél van, de mi azért elkezdtünk gyakorolni. Éppen túl vagyunk egy bunker túrán, és feljöttünk ide a Flakturmba, ami szintén egy második világháborús építmény, és találtunk egy remek kis spotot, úgyhogy következzenek a klippek. Na Bálinttal befejeztük itt ezt a random kis gyors sessionünket itt Berlin tetején, és most megyünk is a Brandenburgi kapuhoz, hogy még sötétedős elét odaérjünk, és tudjunk felvenni pár királyklippet. Na, egy rövid 3,5 órás buszút után megérkeztünk Poznanba, és nem találjátok ki, hogy milyen nemzetiségű freestylerekkel találkoztunk először. Kolumbiából eljöttek Poznanba, és jönnek velünk Lubaszba. Egészen hihetetlen, hogy valaki ennyit utazik ezért a versenyért. Most gyorsan kajálunk valamit, és utána jön értünk a transferbusz, és este dobálás. Amit látjátok, nyitva van a gym, és mi már itt is teremtünk hirtelen, szóval gyerünk is be, és nézzük meg fel, hogy mit nyomott most. Na jó,
reggelt mindenkinek! Itt vagyunk a szupermarketben, és Bálinttal kitaláltunk egy egészen szokatlan challenge-et, a szegény challenge-et. Az lesz ma a kihívás, hogy melyikünk tud kevesebb pénzt elkölteni a napi kajájára, és most így a bolt elején szét is válnak útjaink, és a kasszánál találkozunk, és megnézzük, hogy ki tudja kihozni olcsóbban ezt a napot. Na gyertek! Hú, gyerekek, nagyon ennék egy ilyen tejszeletet, de hát ugye ez nem annak a napja. Szóval ezt megy is vissza a polcra, és keresünk valami akciós szegény kosarat. Akkor most úgy vásárolja, hogy reggeli, ebéd meg uzsonna. Én vettem egy vizet, egy sajtot, 4 darab zsemlét, meg 4 szelet felvágottad. Na most nálam van szintén egy víz, van egy joghurt, egy banán, 4 szelet felvágott és 2 zsömle. 6,94-et költöttem én. Igen. Te meg 4,94 plusz 1,8. Aha. Akkor nyertél. Meg volt a verseny, egész jónak éreztem a köreimet, majd ide bevágok róla pár felvételt. Második helyen tartottam a döntőbe, szóval holnap találkozunk a Top 6 Teambe, és hát reméljük, hogy addig jutunk, ameddig kell. Ma még lesz egy challenge, ezzel kapcsolatban nincsenek túl nagy elvárásaim, soha nem szoktam gyakorolni, de meglátjuk, hogy poénból indulunk. Nagyon boldog vagyok a tegnapi harmadik helyezés miatt a challenge-ről, egyáltalán nem számítottam rá. Szóval remélem valami hasonló jó eredményt sikerül elhozni a Battle-ról is. Sam Wenger, Mate Kajagos! Mi van, Máté? Most mi történt? Hát, összejöttek a dolgok. Megnyertem a Lugasz Freestyle Night-ot, az utolsót. A harmadik lettem a challenge-en. Hát, ezt a forgatókönyvet aláírtam volna, amikor indultunk. Hogy viszont haza a cuccokat? Hát, az jó kérdés. Kaptunk 2 táskát, majd valahogy... Ja, meg még egy lapát. Szóval, majd valahogy belevarázsoljuk. Na Máté, egy gyors értékelés. Hát, nem is tudom, mit mondhatnék. Jó érzés ezeket itt tudni a szobámba. Kellett az a szeptemberi vereség, hogy más megközelítésből álljak így a versenyzéshez, meg úgy az egész freestylehoz, és úgy látszik bejött. Szóval ezzel a mentalitivel megyünk tovább, és meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most megyünk az afterpartyba, kicsit kieresztjük a gőzt, meg a fáradtságot, kicsit kipihenjük, aztán holnap megyünk vissza Poznánba, utána Berlinbe és vissza Budapestre. Szóval ez a trip itt véget ér, nagyon boldog vagyok. Visszaértünk Poznánba, igazából ez az utolsó előtti állomásunk miatt visszamegyünk Magyarországra. Esik az eső sajnos, van még kb. 4 óránk a Flixbus indulásáig, és
addig elmegyünk város nézni, itt körbenézünk Poznánba, hogy nem tudom mennyire látjátok, ha Bálint rázommal, akkor igen, hogy ott vannak ilyen régi épületek, meg van egy Old Town Square valahol arra, ezzel most sokat mondtam, szóval ennyi volt ez a lubaszos trip, remélem tetszett nektek a videó, hogyha igen, akkor írjátok meg kommentben, a szokásos dolgokat kövessetek be Insta, YouTube-on, Facebookon, TikTokon is most már fenn vagyunk, szóval reméljük, hogy tetszett, legközelebb találkozunk, Máté voltam, kamera mögött Bálint, sziasztok! Örülsz, Bálint? Nagyon. Mit csinálunk? Hát elfogyasztjuk a reggelinket, ami egy hirtelen fejlődásból történt, ugyanis Máté éhes volt, én pedig csatlakoztam 2:30-ban, és hát még van egy 5 óra a gépindulásig.